Vásárláson születtem. Itt élek már körülbelül 20 éve. Nagyon szép gyerekkorom volt, és a szüleim erőn felül teljesítettek ahhoz, hogy nekünk mindenünk meglegyen. De most már úgy érzem, hogy eljött az ideje annak, hogy én is viszonozzak. A Megasztár számomra egy hatalmas kihívást jelent, amelynek során felnőtt emberré válhatok. Izgulunk érted, szorítunk neked, legyél ügyes. Jó. Jó. Meg lesz. Láttam édesanyám szeméből azt, hogy nagyon félt, és hogy nagyon izgul amiatt, hogy mi fog velem történni, de ha kell, velem sír, ha kell, pedig velem nevet. Jó. Tudjuk, hogy erős vagy, tudjuk, hogy megcsinálod. Vigyázz magadra. Hát azon leszek, anya, azért megyek. Ember maradj. Most egy nehéz időszak következik, de tudom azt, hogy ez nem csak nekem lesz jó, hanem mindenkinek, akit itt hagyok. Évekig álmodoztam erről, és tudom azt, hogy ha valaki mer nagyokat álmodni, akkor azok az álmok valóra válhatnak. A Megasztár színpadán Szűcs Ádám. Shines just like a star, and I swear I know her face. I just don't know who you are. Turn the music up in here. I'm still hear her loud and clear.